A vallás szabadsághoz szükséges az állam semlegessége. A semlegességet azonban kétféleképpen lehet értelmezni. Az egyik értelmezés szerint a semlegesség azt jelenti, hogy az állam a vallásokkal szemben közömbös. Nem foglalkozik az egyházakkal, sem segíti, és nem is hátráltatja őket. Ezzel a fajta semlegességgel jár általában az egyház és állam radikális szétválasztása. A leghíresebb példája ennek Franciaországban, az úgynevezett laicité. De az Egyesült Államokban is az egyház és az állam szigorú elválasztását látjuk. Az állam semlegességének második értelmezése szerint az állam nem feltétlenül közömbös a vallásokkal szemben, hanem csak pártatlan. Ha pártatlan az állam, akkor az állam általában véve az állampolgárok vallásosságát támogatja. Más szóval az állam nem közömbös, hanem jó szemmel nézi az állampolgárok vallási tevékenységét, de nem pártolja egyik tevékenységet sem. Mivel az állampolgárok egyenlők, az állampolgárok egyházai is egyenlők. Noha az állam támogatja az ember hitét, nem mondja azt, hogy az egyik ember hite többet ér, mint a másiké. Na, a magyar kormány többször is megpróbálta úgy prezentálni az egyházi törvényt, mint ha az az állam semlegességet venné alapul, de nem az első, mondjuk a francia modell szerint, hanem a második modell alapján. Sajnos ez az állítás nem állja meg a helyét, sőt, éppen emiatt vetette el a strasbourgi bíróság. Nem támogatja az állampolgárok vallásosságát, hanem bizonyos egyházakkal pártol, miközben hátrányos helyzetbe hoz más egyházakat. Nem minden egyház jogosult az egyházi 1%-ra, annak ellenére, hogy ez az 1% pont a hit életet támogatja. Nem adómentés minden egyházban a pap fizetése, annak ellenére, hogy a pap tevékenysége a hit életet szolgálja, és így tovább. Tehát az egyházi törvénynél az a probléma, hogy a magyar állam csak bizonyos állampolgárok hit életét támogatja, a többi állampolgár hit életét azonban nem. Itt már nem semlegességről van szó. Ez a hozzáállás a szó szoros értelmében elfogult és diszkriminatív. Na erre a kormány azt mondja, igen, de vannak kamu egyházak, amelyeket nem fogunk támogatni. De a semleges állam nem tud különbséget tenni a kamu és az igazi egyház között, mert az már teológiai kérdés. A katolikus tanítás szerint például a neoprotestáns egyházak nem igazi egyházak, de az állam nem dönteti el katolikus tanítás alapján, hogy melyik egyház az igazi egyház. Na erre a kormány azt mondja, de pénzbeli visszaélések vannak, amelyeket vissza kell szorítani. De pénzbeli visszaélések nem attól függenek, hogy milyen teológiája van egy egyháznak, hogy igazi vagy kamu egyházról van szó. Bármelyik egyház, még a bevett egyház is képes visszaélni pénzzel. Tehát nem lehet megakadályozni visszaéléseket azzal, hogy különbséget teszünk az igazi és kamu egyház között. A két dolog teljesen külön kérdés. A pénzbeli visszaélés csak akkor lehet megakadályozni, ha megnézzük, hova megy a pénz. Még az az egyház is képes rosszul elkölteni a pénzt, amelynek remek a teológiája.